Valóban a JSTOR termékünkről fogok beszélni, és vicces, hogy Robi nem tudta elmondani, hogy mi ez az aktualitás annak, hogy erről fogok beszélni. Ez egy platform, ez a service for JavaScript applications, ami valóban nem egy tipikus darab. De egy kicsit kezdjem ezt az egészet. És pedig ez a kitérő az, hogy gondolom mindannyian észrevettétek, hogy egy teljesen újfajta fejlesztői entitás megjelent az informatikai piacon, míg 3 éve szerintem ezt a fogalmat, hogy indie developers, ezt nem nagyon lehetett ismerni. Ma már mondhatjuk azt, hogy egy csomó milliómos van közöttük. Kik az indie developers? Kategóriái ők azok, akik tulajdonképp mivel olyanná alakultak az informatikai szoftver értékesítési lehetőségek, amilyenné alakultak, egymaga megold mindent, ír valami fajta appot, és másnap reggel vagy overnight-től egy milliómos lesz, persze ez az idea. Volt egy másik képem is erre, egy We'll Work for Food feliratos verzióban. Az a másik kimenete, nem biztos, hogy mindenki indie developer kell, hogy legyen, de a lényeg az, hogy valóban megjelent egy olyan fejlesztői skillset, aki, ha azt veszük, egymaga eljátsza a teljes fejlesztési ciklus minden részét, a ötletalkotás, a megvalósítás, a piacra vitel és a finance részét. És tegyük hozzá, hogy mindezt olyan méretezésben teszik ugye ma ezek az egyedüli one-man-army fejlesztők, hogy hát egy-két ilyen piac téren találkozunk az ő termékeikkel. Tehát a nagy kérdés az, hogy hogy is van az, hogy létezhetnek most már olyan emberek, egyedül akár, hogy képes valami olyasmi szoftvert alkotni, amit több millió ember használhat akár egy időben. Tehát ezek régen az ilyen nagyvállalati több 10 millió forintos vagy több 100 millió forintos fejlesztések voltak, vagy nem is voltak Magyarországon ilyen méretek. Tehát hogy lehet ez? És hát a válasz az, hogy a legtöbbünk, szóval attól függ, hogy ki hova sorolja magát, platform, service technológiákat használ, más néven vagy közérthetőbben PaaS-t. És mi is ez a PaaS? Szerintem az IaaS-t már ismerjük, ugye? És akkor abból kijön a PaaS. Az IaaS az, amit eddig tudtunk, hogy a felhő, gyakorlatilag Infrastructure as a Service. Ez az, amit úgy általában mindenki ismer, ilyen az Amazon, ilyen az Azure, Google-nek is gondolom van valami hasonlója, és a többiek. És ezek tulajdonképp valódi fizikai gépeket szimuláló felhő dolgok. A PaaS az pedig e fölötti réteg, amikor informatikai alkalmazás futtatási környezetet virtualizálunk, ott a fejlesztő már nem gépekben gondolkodik, és itt jön be az, hogy hogy is tud egy ember több száz, vagy több millió, vagy több tucat millió felhasználó számára alkalmazást fejleszteni, hogy ő már nem is találkozik azzal az aspektusával a dolgoknak, hogy skálázott a rendszer, hanem csak felhasznál valamit, felhasznál platform as a service ahhoz, és akkor itt már eljutottunk oda, amit mindenki tud, vagy mindenki gyakran hallhatott, hogy software as a service csinálhasson. Ez egy annyira trendi és annyira hát dinamikusan mozgó iparág, hogy míg 2 évvel ezelőtt platform as a service szolgáltatók nem nagyon voltak, az idei becsült market size az valahol 2 milliárd dollár, és olyan gross potential van az egész holmiban, tehát ilyen 40% fölötti piaci növekedési ráta, ez azt jelenti, hogy tulajdonképp az aranyláz körüli téma ez. Ebbe a piacba szerettük volna mi bedobni a saját termékünket, amit mi kvázi Magyarországon páran ki tudtunk fejleszteni, ez is a felhő, mint olyannak az áldása, tehát hogy pár magyar ember képes megpróbálni egy világszintű shotot tenni, ez felhő nélkül lehetetlen. A platform as a service for JavaScript business application is tulajdonképp egy data API service, amivel business appeket lehet írni, és mik ezek a business appek? Tulajdonképp ugye a lényege ezeknek, hogy üzleti, adatcentrikus alkalmazások, amiket ezzel együtt képesek vagyunk eljuttatni userek 100 millióihoz. Tehát nem Dynamit, meg nem Farmville, hanem adat. És mik ezek? Itt felsorolva gondolom, hogy sokuk ismerős lehet. A legtipikusabb ilyen üzleti alkalmazás, ami furcsa, hogy üzleti, de az a Facebook adatlopó alkalmazás, például Indián név, az egy iszonyatosan konkrét üzleti alkalmazás, azon együtt, hogy az ember nem gondolná. Én is az időm, úgyhogy végig fogok rálni a szlájdokon, sajnos a belsejét gondoltam, hogy gyorsan megmutatom, hogy mit is tud egy ilyen platform, ez a service, hogy is van az, hogy egy one man army-nak ő a Swiss Army knife-ja.
Tehát a funkcionalitása teljesen sokkal szélesebb körül, mint egy online szolgáltatástól az ember elvárja. Gyakorlatilag adatbázis séma menedzsmenttől kezdve adatok és rekordok szintű hozzáférés menedzsmentje és szolgáltatásként való autorizáció ezeknek a hozzáféréséhez. JavaScript alapon adat és API szolgáltatások, tehát tulajdonképp kódkörnyezet és library-k. Kódolás, on-screen és ennek a deploymentje kvázi tetszőlegesen sok gépre, ami adott esetben a 70-80 fölötti fizikai gépegységet is jelenti, de ez gyakorlatilag egy emberes mutatványnak is a végén lehet. Tehát elképesztő, hogy miket lehet már megmozgatni akár csak egy gomnyomással. És a tulajdonképpen a végeredmény, amit az ember ezek után a birtokába vehet, ez egy olyan Data API, ami tetszőleges, ezek itt Ajax kliensek valójában, másnak tűnnek, de valójában ezek hibrid technológiával, JavaScript-tal megírt Ajax kliensek. Ez egy Scrum-os projektkezelő alkalmazás, ez is üzleti alkalmazás. Tehát többek között ilyeneket köthetünk rá egy ilyen végpontra, vagy ráköthetünk mondjuk egy kicsit nagyvállalatibb adatkezelőeszköz, például egy Visual Studio, .NET valamit, vagy összeköthetjük ezeket ezt a JSTORM-os végpontot például Excel-el, és kiolvashatunk belőlük és vizualizálhatunk adatokat. És még összeköthetjük a rendszert pár egyéb más rendszerrel. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az emberünk, hogyha létrehozta az adatszolgáltatást, vagy azt az API-t, ami mentén utána az alkalmazás kibontakoztatható, már tetszőleges további kliens technológiát bevonhat ennek a használatába, vagy létrehozásába. Köszönöm. JavaScript. Kérdés, meg tudod ismételni? Node.js. Szeretnénk nem Node.js specifikusak lenni, tehát JavaScript vagy ECMAScript, de ez ma manapság a Node.js. Elképesztő gyors. Tehát attól függ, hogy mihez. Mi dotnetes környezetből érkeztünk, azzal tudjuk összevetni, ez egy ordóval gyorsabb. Tehát ugyanazok a use case-ek, tekintve, hogy ugye eventid az egész, tehát nincsenek blokkoló szeredek sehol a rendszerben, nyilván az infrastruktúrát úgy kell kialakítani, hogy ezt az ember kihasználja, de ugyanaz a use case az körülbelül egy ordóval gyorsabb, ez a Hello World szintjén, ez másodpercenként egy 10.000 RPS per másodperc a Hello World, de ez IIS-ből 1000 körüli RPS maximum. Milyen áraitok vannak? Van egy ingyenes dolog is. Alapvetően felhasználás és méretezés függő az ár. A minimum, amivel el tudsz indulni, az az Open Edition, az tényleg ingyen van, annyi a Strings at Edge kvázi, hogy mindenki láthatja az adataidat. Tehát az adatokat, amiket kezelsz, azt nyíltan tartjuk. Ez egy Open Edition, mint a GitHub kvázi, tehát használt egy csomó alkalmazásnak nem arra van szükség, hogy eldugja az adatát, hanem pont, hogy megmutassa. Tehát arra jó ez. Ha akarsz egy kicsivel nagyobb kusztomizálhatóságot, ilyenfajta zártságot, akkor $25 a legalsó szint, tehát attól már van application layered, adatbázisod és load balancered, amiről te nem tudsz, de valójában van. Ez per hó. Ezen belül viszont flat rate, tehát ami felhasználás ebből az infrastruktúrából kisajtolható, az mind ki tud jönni, és nincs per transaction díj, meg per API díj, meg kimenő adatforgalom, tehát gyakorlatilag elég jól tervezhető így. Hogy az editor, az csak egy ilyen viccnek van benne, vagy az tényleg úgy gondolhat, hogy valaki ott fejleszt? Ez arra jó, hogy egy ilyen quick and dirty módon ott meg tudod nézni előre telepített Hello World forrást, bele tudsz írni játék szintjén, de nyilván nem ott fejlesztesz, tehát fejleszteni valami fejlesztői eszközben fejlesztesz, és GitHub-on tartod, tehát ez alapvetően így néz ki. Viszont, hogyha alapvetően agilis ilyen prototype-olásos módszerrel szeretnél valamit kitalálni, akkor alapvetően ebben az editorban meg tudod fogalmazni azt, amit akarsz. Színeivel volt a gondod, arra gondolsz, ugye? Ja, nem. Igen, nekem is ez a zöld, ez ami nem jön be benne, de a többi elmegy. Milyen DB van mögött, milyen adattárolási? Többfajta adattárolási opció van, ami igénybe vehető, és az gyakorlatilag annak a függvényében, hogy mire van szükséged, attól függ. A Mongo adatbázis az egyik, ez a végülis a NoSQL-vé, és
ebben bármifajta query megfogalmazható és futtatható, viszont nincs referential integrity, tehát az kézzel kell, hogy összepatkold, vagy SQL, az viszont még nem elérhető januártól. SQL Server lesz a backendje a relációs adatbázis tárolásnak. Utolsó kérdés. Hogy fejlesztettétek ki? Mi a története ennek a dolognak? Összeálltatok hárman, és jó lenne egy ilyen, vagy egy klasszikus startup történet? Ez egy klasszikus szerű startup történet végül is, igen, tehát üzleti ötlet, aminek tulajdonképpen nem ez az üzleti ötlet, ez itt annak a spin-offja, az üzleti ötlet alapvetően arról szól, és más dolgokat is megfogalmaz, hogy JavaScript számára absztrakt adatkezelés, ennek ez egy megvalósulása. Úgyhogy páran összejöttünk, beletettünk egy kis pénzt, és találtunk egy üzleti angyalt, aki hál' Istennek rendelkezett olyan technikai ítésszel, aki megértette, hogy miről beszélünk, mert amúgy meg lehetetlen. Köszönöm.